Sziasztok! Ez a Pergamára hány szavak csatornája, és a mai videóban az 2024-es félbehagyásaimról lesz szó. Most már kezd az is hagyománnyá válni, hogy egy kicsit gorcső alá vesszük a félbehagyott könyveimet, mert hogy ez most már rendszerré vált nálam, hogy bizonyos könyveket megpróbálok, és hogyha nem megy, és azt érzem, hogy nem akarom folytatni soha többé, akkor megválok tőlük. És a TBR zsáromat nem összegeztük, de egy könyvön kívül mind a 10-et megpróbáltam abból a kis kupacból, amit összeállítottam magamnak. Emiatt sok videó volt már arról, hogy nagyon sok olvasatlan könyvet eltüntettem innen, és hogy tényleg most már nincs olyan sok. Most már van pár új könyvem, de egyébként így is ilyen 25 körüli az olvasatlan könyveim száma, szóval abszolút vállalható számomra. És legfőképpen azért, mert hogy a régiekből alig maradt egy polcnyi, ami nagyon jó, mert ezek azok, amikért kevésbé nyúlsz, hogy megvetted valamikor, de ki tudja, hogy mikor fogod elolvasni, nem élvez prioritást, nem új megjelenés, amire így vársz, hogy jöjjön már, és háttérbe kerülnek. Nálam is ez történt elég sok könyvvel, hogy háttérbe került, és egyszerűen nem tudtam rájuk időt szánni, ezért ebben az évben, amellett, hogy a TBR Jar-ral nagyon sok ilyen könyvet elolvastam, tényleg nem vettem sok új könyvet, egy darabig, úgy fél évig, aztán vettem egy nagy kupacot, azt már mind elolvastam, és most vettem megint egy 10 darabos rendelést, ugye, ezt is láthattátok, és így ennyi, szóval, hogy az idén vásárolt könyveim száma sem sok, és ez annak is köszönhető, hogy nem erőltetem az olvasást, szóval nem ördögtől való a félbehagyás, már volt erről is videó, és azt gondoltam, hogy nézzük meg, hogy ebben az évben milyen könyveket hagytam félbe, egyébként csak 5 ilyen volt, de ez is soknak tűnhet, én azt hittem, hogy több lesz. Abszolút az olvasási kedvemet azt tartja fent, hogy nem erőltetek magamra olyan történeteket, ami nem tetszik annyira. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek rossz olvasásaim, amiket aztán a legrosszabb olvasások közé besorolok majd az év összegzőben, de azért ez így látszik, ez a tendencia évről évre, hogy egyre kevesebb könyv kerül oda, és ami oda kerül, az már ilyen 3 csillagos, ami miatt kapom is az ívet, hogy a 3 csillagos az nem rossz könyv. Oké, de ha nem volt annál rosszabb, akkor mégis az volt a legrosszabb, attól, hogy én sem tartom azt olyan rossz könyvnek, hogy soha többé nem veszem elő. Ez mutatja, hogy egyrészt kiismertem magam, hogy mi az, ami valószínűleg fog tetszeni, és mi az, ami nem, és hogy sokkal inkább a csalódások maradnak meg, amik ilyen 4 csillagosak, vagy 3,5 csillagosak, na az nekem pont az a dolog, ami felejtős, egyszerolvasós, és mondjuk lehet, hogy sokkal nagyobb csalódás volt, mert annyira jónak gondoltam, és rossz sem volt, de nem volt olyan jó, mint ahogy arra számítottam, szóval, hogy azok maradnak meg sokkal inkább úgy, hogy felidegesítettek. Szóval, beszéljünk erről az 5 könyvről, amikről már egyébként is volt szó a csatornán, de most így lássuk egybe. Az első, amit félbehagytam ebben az évben, az a Lepkebáb, ami egy ifjúsági történet, egy ilyen kicsit Alice Csodaországban újramondás, és Fiala Borcsát én nagyon szeretem, és egyértelmű volt, hogy az új kötete is érdekel, mert szerintem jó ifjúsági könyveket ír, meg jó felnőtt történeteket is, viszont ebben annyi volt a negatív dolog, már kifejtettem, hogy az a kislány, aki a főszereplő volt, annyi dolgot kapott a fejére ebben a másik világban, és itt ilyen hullákról beszélünk, hullaszállításról, meg autóbalesetről, meg ilyesmiről, amit én sajnos nem adnék gyerek kezébe, meg tini kezébe se, szerintem nem erre van szükségük, mert én is azt éreztem, hogy nekem erre nincs szükségem. Nyilván egész évben az én lelkem harmad lélekbe változott, és ezért sokkal kevesebb durva történetet olvastam, de nem, én azt éreztem, hogy ez így nem igazán adja át azt, amit szeretett volna, hogy ezek a motivumok, szimbólumok lehettek volna sokkal jobbak és sokkal kevésbé durvábbak ahhoz, hogy megértsük, hogy mi megy keresztül egy tini, úgyhogy nekem ez nagyon nem jött be. A következő, amit félbehagytam, az a Lélekkert, és ennél meg egyszerűen csak azt éreztem, hogy nem szimpatizálok annyira a szereplőkkel, hogy továbbolvassam, a múltbéli szál sem érdekelt annyira, meg annyira a jelenbéli sem, elég lassan haladt a történet, pedig egyébként az alapszitú tök jó volt. Emlékszem is, hogy talán tavasszal olvastam, ahol tényleg a kert, a virágok nyílása, a természet,
volt a központban, és ez jó volt, de nem tudom, nem voltam türelmes ezzel a könyvvel, és úgy voltam vele, hogy annyi minden vár még olvasásra, és ebben az évben annyira szerettem volna haladni tényleg az olvasásaimmal, mert aztán majd jön az új élethelyzet, tudtam, hogy év végére már nem szeretnék magamra erőltetni semmit, hogy úgy voltam vele, hogy oké, ezzel nem töltöm az időt, jött a következő. És ez egyébként most erre az évre nagyon jellemző volt nekem, nyilván amiatt, hogy új élethelyzetbe kerülünk, de egyébként is így kellene olvasni. Miért erőszakolunk magunkra olyan történeteket, ami nem érdekel? Csak azért, mert könyv is megvettük fizikai példánként, a filmet is félbehagyott, hogyha annyira nem tetszik, vagy a sorozatot. Jó, amúgy nem biztos, de én igen. És ez, ettől nem leszel rossz ember. És tudom, már rengeteget beszéltünk erről, és abszolút nem vagyok egy ilyen hagyfélbe mindenképpen típusú ember, mert rengeteg évig semmit nem hagytam félbe. Egyszerűen azt éreztem, hogy ha én félbe adjuk egy könyvet, az ilyen szentségtörés. És megértem, hogy honnan jön ez az érzés. De most már annyira nem érek rá. És majd lesz egy videó arról, hogy én már hány könyvet olvastam el életemben, mert közeledek egy nagyon kerek számhoz, hogy azért onnan, ebből a perspektívából már egy kicsit máshogy látom a dolgokat. Következő, amit felbajtam, a Hallgasd a Holtak énekét. Ezt is nagyon-nagyon sajnáltam, mert nagyon szerettem volna szeretni, kultkönyv, és azok tudom, hogy nagyon kemény történetek, de ezt így el tudom fogadni, hogyha van értelme. Én már akkor nem tudom hány hónapos terhes voltam a kislányommal, és arról olvasni, hogy egy kicsi lány folyamatosan hány a kocsiba, és az anyja semmit nem csinál, hogy ez megszűnjön, és hogy a testvérének kell valamit csinálni, és hogy a testvérének még meg kell hánytatnia külön a kis csajt, mert az anyja hülyeségeket akar beadni neki, hülye gyógyszereket, amiket nem megy el gyógyszertárba, annyira felidegesített ez. És most már láthatjátok, hogy most már így nyilvános, hogy legfőképpen azért idegesített fel, mert én anyafejjel gondolkodva nem bírok nyugovóra térni ezzel a témával, hogy hogy lehet valaki ekkora gyökér, és miután előre lapoztam, és nem változott meg a tematika, és ugyanúgy ezeket a felelőtlen, undorító szülőket kellett követni a gyerekeikkel, úgy voltam vele, hogy ez nekem nem kell, köszönöm szépen, de főleg nem ebben az élethelyzetben nincs szükségem erre a történetre, ahol egy kislány szenvedését olvashatom, mert ez most így nagyon nem az, amit szeretnék olvasni. Aztán a Boldogság otthona, ez igazából azzal idegesített fel, hogy rosszul volt marketingelve ez az egész Emily Henry életmű, és abszolút megértem azokat, akik viszont tudják, hogy nem nyári limonádi történetekre kell várni az ő köteteinél, és azért vannak felháborodva, mert ezzel az elvárással indulunk neki a történetnek, és annyira csalódunk, hogy félbeadjuk, ez volt nálam. Abszolút megértelek titeket, csak hogy én olvastam már Emily Henryt, és abban azért volt valamennyi nyár, volt valamennyi limonádi hangulat, de tudom, hogy többről szólnak a kötetei. De itt nem volt se nyár, se limonádi hangulat, de az én világon semmi. Tehát, hogy annyira félre van marketingelve ez a Boldogság otthona, hogy ez hihetetlen. És nem, sajnos az utolsó kikapcsolódós kettesben töltött nyaralásunkon én nem voltam türelmes, és nem voltam kedves ezzel a könyvvel, mert csalódott voltam, hogy még egy jó olvasmányt se tudtam elhozni erre az útra, amit végigolvasok és végigvideózok nektek, úgyhogy ezért feldegesített és leraktam, és megbeszéltük a férjemmel, hogy minek nyüstölök magamra egy történetet, ami nem érdekel, és ami nem azt adja, amire én most vágyom. Úgyhogy ezért raktam le azt a történetet, és az utolsó félbeadásom az most volt, a szeptemberben az Elhordott múltjaink, aminél szintén az volt, hogy túl durva volt nekem most, aki volt már terhes, az tudja, hogy igazából minden a szívedig hatol, sokkal érzékenyebb vagy, a hangulatod így is folyamatosan ingázik, főleg most így a legvégén, nagyon-nagyon ingadozó a hangulatom, és ezért olvasok boldog történeteket, vagy legalább olyat, amiben komfortosan érzem magam, mert ez kell most, hogy szinten tartson, hogy ne lepjenek el a negatív gondolatok, mert azért ez egy nagyon nagy változás, amire nagyon nehéz felkészülni lelkileg, nem is tudsz, és rengeteg érzelem kavarok bennem egyébként is, szóval most nincs szükségem arra, hogy még külön a történetek is negatív érzéseket keltsenek bennem, vagy bármi ilyesmi, vagy valaki szenvedéséről olvasak, vagy ilyesmi.
És igen, most ebben az utolsó pár hónapban az a kulcs, hogy jól leköt, mert ha nem köt le, akkor egyből félrerakom, mivel most már tényleg a visszaszámlálásban vagyunk, és tényleg olyan történetekkel akarom tölteni ezt az utolsó időt, ami nem alszok el, ez is szempont, meg ami tényleg leköt, mert azért most már kicsit nehezebb lekötni a figyelmem, annyira szét van cincálódva, és igyekeztem idén nagyon hosszú könyveket is olvasni, mert ezekre lesz sokkal kevesebb időm, vagyis hogyha kevesebb idővel számolok az olvasás szempontjából, akkor több könyvet tudok elolvasni, hogyha rövidebbek, mint hogyha egy nagy hosszúba kezdek, úgyhogy ebben az évben kifejezett célom volt, hogy olyan hosszú könyveket olvassak el, amit eddig halogattam, és amire több időt kell szánni, mert most már nem olyan intenzitással és gyorsasággal fogok olvasni, mint eddig. Legalábbis erre készülök. Aztán majd érhet meglepetés, de erre készülök, és szerintem ez így teljesen jó. Úgyhogy igazából ezek a félbehagyásaim ebben az évben. Valószínűleg több nem lesz, mert hogyha valami nem megy, akkor azt le fogom rakni, és félre fogom rakni, mert most már azt érzem, hogy nem a könyvvel lesz itt a baj ezek után, hanem velem, mert éppen teljesen mással vagyok elfoglalva, de attól még rengeteg időm van most olvasni, szóval ezt meg ki szeretném használni, hogy most semmi dolgom nincs, és hogy most már tényleg minden leállt az életemben, és már csak a vállalkozás maradt, azt nyilván valamivel el kell tölteni. Úgyhogy ennyit a félbehagyásról, olvasási szokásaimról mostanság. Remélem, hogy érdekes volt számotokra ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!